meg milyen videókártya van, meg stb. Mert igazából az több tényező. A YouTube-on milyen a kép. Na. Ő csak azt, amit lát, és hogyha nem tudja rendesen dekódolni a rendszered a dolgot, akkor, vagy hát most van enkódolni, akkor az baj van. Szervusz, Dániel! Na, ezt nem értem, Dániel, hogy milyen csalira lehet fogni Nice? Milyen Nice? A Nice. Legyen már hétfő, miért Claudia, te dolgozol? 10-50 Ti, hogy nem hát, teljesen. Nem írni a valamely teljesen szinten. Teljesen jó streamen. Hát a streamet, 10-50 Ti. Hát azért mondom, nem az a gond. Akkor valami beállítás gond van. Lehet, hogy nem a, lehet, hogy a processzorra streamelsz, csak nem tudsz róla. A OBS-be be lehet ezt állítani. Pring! Hello, és a... nem dolgozom. Akkor miért akarod a hétfőt mennyire várni? Jön az új telefonod. De már elkörül forog az ember élete, hogy mikor jön az új telefon, az már egy picit szegénységi bizonyítvány Claudia. Na vaj, most azért, amit kapok. Viszont csuka nem jön. De erre számítottam is, mert meleg is van, egy borongós is, hogy megnézem, milyen időjárás lesz egyébként. Hát, borongós. Bár hűlni fog az idő, ma elméletileg. De kipróbálok még egy másikat, ha arra sérül, akkor eladom az összes halat, azt eltépek innen. Valami más helyszínben is már kezdem mondani, eddig nagyon jól farmoltam, mert látjátok, hogy azért összeszedtem egy 6-7 ezer ezüstöt itt néhány nap alatt. Úgyhogy igazából alig pecáztam. Most már kezd a többlet kategóriára. Meg hát ilyen időjárás függő is. Tudod, hogy bejövök, megnézem, milyen időjárás van, csinálok egy-két próba. Húzás, ha nem jön semmi, akkor csinálok mást, és aztán később visszajövök. Nem tudom szólni, mi lett akkor a gond. Meg mi az, hogy szétesik? Hát nyilván nem lesz olyan a kép, mint amit te látsz. Nálam se olyan. Illetve nem tudom, hogy milyen beállítás van egyáltalán beállítva. Full HD vagy alacsonyabb, ugyebár. Ugye a kép minőségnél bevére rejteni, hogy hány FPS legyen, meg hogy milyen minőségben legyen. Jó, mondjuk gondolom, hogy ezt azért csak megnézted. Na hát, akkor menjünk már. Ú, nem hiszem a csetet visszakörülgetem, hogy fogtak-e valami macira emlékeztető, van ők Leather Carpot például. Hát amúr van, de az nem biztos, hogy azt akarja. Hát igen, most megint panaszkodnak, hogy nagyon nincsenek halak. Oddgott Gamer közben hoztol, köszönöm szépen. Most a kunyarálós levelek elkezdtek száguldozni. És hát itt az üzenetek. Első versenyző. De azzal együtt is nem igazán... Betáldom. Nem igazán látom azt a pörgést. Zander, az egy surán. De mit csinálsz egyébként? Azt gondoltam. Ne gyere, te ügyben drága. Tényleg, azt lehet, hogy is kipróbálom. El kéne mennem surára a orsómért. Szóval két helyet egy csapásra. Elkeverem az orsója. Nem az a drága, nem az, hogyha fecséled az időt fölöslegesen és nem fogsz halat. Na
Mindjárt megnézem, hogy állok alakkal, de a surán Miért nem biztos, hogy mész sokkal olcsóban Hulkon elbírom ezt adni. a harcsás részt nézni? Sokkal olcsóban bírom eladni. Akkor vannak javasolni, hogy kibírod tekerni. Hát... Trollinggal. Majd látjuk most... Bemegyek még ide belőle, megnézem, ott is beszéltem ugyanaz az lesz a felállás, mint itt. Húzok egy kettőt, hármat, ha nem jön semmi, akkor kilépek, belépek, eladom az összes alatt, mert rám fog rohadni, attól félek. Nem valószínű, vissza fogok már jönni. Hol horgászta Gábor? Ahol nagyon nagy nulla a halállomány. Ezért kanyarította mindenki egy-két csukát ma is. Most éjszaka jön, éjszaka mire jó? Mondjuk azért ez jön a sügér, ez a sügér, a süllő, a harcsa, babát, keszeg, jóét és a... Ó, oh, ne. Ó, oh, ne! Ugye nem harcsa? Olgur meg Winding, jó volt akkor a... Ó, ne legyél mi az. Baj? Ja nem, jó, jó. Boah. Sunday! Elmegyek surára, régen voltam ott. Bedobok két fenekest, meg pergetek. Ezére. Minek nincs hozama? Megyek is, mert ennek nem lesz már. Úgyse hozom a ma. Minek? Hát a csukázásnak most úgy érzem. Már unom is, nagyon sokat csukáztam most. Majd visszajövök legközelebb. Attól függ melyikhez. Akkor a úszó skill kell az orsós úszóra. Hát nem kell rá. Bolonya jó orsós, de a meccsprodot. Hát a bolonyai, de nem az orsósban kell. Hát, vagy bolonyai az kell, hogy hát az kell. De az orsós magához nem kell. De az felesleges meg is venni. Tehát az úszós orsós hozzá a bolonyai. Akkor majd tovább a skillet és akkor meccsprodot. És? Ja, de hát... Nem adja jobbat. Fogásra hát, adja. Ezt nagyon soká bírja. Fogásra adja. Aztán Bolognaival jobban adja a skill pontot szerintem, mint Spitzbotta. Nem? Hogy csináljam? Egy 3 kilós... Ha 2-3 kilós, akkor még egyet meg kéne hagyni. Mondjuk ez 7 órás csak. Hát azokat még lehet, hogy meghagyom még reggel, majd legfeljebb eladom máshol. Ezt eladom, mert ez nagyon öreg, többiek azok bírják még sokáig. Mennyi az összes? Hát 300 burok, pár tizet lehet, hogy burok, nem tudom, surár mennyi lesz. 337 ér bírom itt eladni. Surár mennyiben van alatt a hegyje? Hát akkor nem biztos. Vagy sokkal. Csak ugye azt a kaszt feltételezem, hogy visszajövök ide csukázni még holnap.
Megnézzük hózóbb. Szóval akkor azt mondja, hogy 337 az összes. Megnézzük Strulán mennyi. Fölveszem az orsót, már csak az is idejük első kanyarba. Szeret, hogy továbbállok. Csak már régóta hajkurászom a 80-as gódorsómat, mert tudtam, hogy van, de nem tudtam, hogy hol van. De most már tudom, hogy hol van. Szervusz, faktotum! Szóval 337 volt, gyorsan is kocogok és megnézem, hogy itt mennyi lenne egyébként, mennyi buknik a rendszeren. Hát 9 ezüstöt, nem egy világ vége, véletlenül erre fanyarodok, hogy maradok. Na, akkor gyorsan megkeressük a servicét, azt sem tudom hol van, de szerintem itt valahol. Ez mi ez a pótkocs, ez nem volt itt eddig, úgy emlékszem. Igen. Megvan a 80-as goldorsó. Azt tudom, hogy azt hittem, hogy elbágolt valahol, vagy nem tudom. Gondolom, itt nem vagy a parton, ott ahol szoktunk. Kell valami különösebb felszerelés? Mire, mivel tokozza? Csali ügyileg vagy mivel? Alfa 8000-re. Hát tokozol vagy csak sülőzöl? Ja, van benne valami. Jó, hát akkor én kűrök be kettőt tokozni, meg egyet sülőzni. Na, hát akkor jó, a kárbocokat kell erre felfegyverezni. Nem akarom szétbontani a kezdegezőket. Kettő. Talán erősebbek. Azt mondja, hogy Everest jó lesz. Kérem, ami normális a kapás jelző. Most lekapom ezekről a botokról. Kettőt legalábbis. Azt mondja, hogy erre rárakjuk az egyiket. Ehető kosarot rakunk rá folyamit. Jó, Damir 17%-os ez csere. Oké. Ehető anyag tokmix, ha van még. Van. Még a parának van itt a speciált, hogy ezt is kipróbálom. Oké. Előke 27-es, jó. Porog. Legyen kettes mondjuk. Csalinak meg... Egyébként egyet kipróbálok Rino-val, van még egy pár darab belőle. De szerintem meg fogom bánni. Ez a másik kárbot, oké. Nem tudom. Ha azt rettel, lehet fogni. Szeretek, ezek, én benn vagyok csónakkal a 7 méteres fölött, nem lehet, és itt így zsiggyelek. Nem tudod. Én nem patról horgászok. De csak hogy az előbb mondtad, hogy gondolom ott vagy, ahol szoktunk. Hát... Nem tudom. Én partról. Ja. Ja igen, mert azt jutott eszembe, hogy mondtad módkor, hogy csónakból húzod. Ez csak 11%-os. Na mindegy. Ugye majd ilyen Damiért is venni kell. Ez jó. Elrakok a sima tokmixet. Ez jó. Erre rakok hatos, jó lesz az is akkor arra a Nightcrawlert. Oké. Okay. Nem tudom, nem próbáltam csukázni során. Biztos van. Itt van csuka, ugye? Vagy nincs? Nem tudom. Megnézem. Na, az ugye irányzék, ahogy talán az. Azt mondja, hogy... Jaj, mit? Ne... A fédet szeretem fel. Ez gyorsan kikecsérő, hány kilós? Jó, 19, ajajajaj, ez már bukta. Na mindegy, hátra nem jön rá. Mert neked a feeder botja egy kicsit. Rosszat szereltem fel.
Nem, a 420-as raktam föl véletlenül. Nem emlékeztem, hogy van még belőle. Azt hittem már odaadtam valakinek. Na akkor ezt fogom átszerelni majd hogy arra, ami... Ja, nem ez a izé, a círusos. Oké. Okay. White Walking Mitchell. De nem jobb, mert kettes horuk kell rá. Oké. Okay. Rárakom ezt. Már, már látom, hogy nem nagyon lesz itt kapás, de... Megpróbáljuk. Mert a próbálkozásból lesz a hal. Ugyebár. Ugyebár. Csiggyelj. Surán, csiggyelj. Megpróbálok pergetni valami jó nehéz. Ugyanaz a partról, mint a csapat. Nem nézem, hogy mit fog lehet egyáltalán itt. Hát a partról nehéz. A nagy gumi. Ja, várjál, hogyha van az a nehéz, akkor elbírom messzire dobni. A live-ennél megnézzük, hogy süllő van. Pike van. Sura Pike. Pike van. Funky Minnow-val fogtak például, az mikor az régi. Mit fognak? Csukát. Mi csukát? Ha csak átszerelem, akkor inkább valami... Átszerelem ezt nem nagy valami. Jig? Ja, az a rózsaszín farkod, hogy jobb lenne. Igen. Hát ezt az hol? Hol pergeted azt ide? Hát ez a baj, ez surán azt sem tudom hol lehet pergetni. De itt tudom én. Nem, azt nem írja, hogy hol. Isten igazából jó. Megpróbáljuk ezeket valamelyiket. Gondoltam, hogy vannak ezek a... Jó éjszakát, Claudia, szép álmokat. Hát én sem tudom. Na, gyerünk. Dénes Gaming, szia! Üdvözöllek! Nem adja be a csiget megfőjebb, tekem legfőjebb. Aha, jó. Jó, rásztott? Arra ősztön az Otto is. Mondja, rásztozik. Szia, Dénes, itt is itt van Dénes. Dénes mindenütt is ott van. Hát ez egyelőre nem nagyon hozza a várt eredményt. Ez a dzsiggelés, nem kérdésem. Tudom, hogy... Hát először. Jó, van. Neked ki a botokat, hogy megjön vadászni, akkor hát most komolyan... A felekező se hozta be a várt eredményt. Nagyon türelmetlen horgász vagyok. Mert most hova? A hétfelesbe dobtad? Igen, a fenekezőt. Azt a jigget? Hát azt hogyha jutott te be odáig? De hát ezt is oda fogom dobni. Hát arra jött egy hát 27 grammos forog.
Az, amiben azt visszafele kell húzni. Kettőt fogtam eddig meg. De éjszaka jöttem ide. Te fogsz valami sülőt egyáltalán, mert nem tudom írja a cset. Ó, de jó, hogy megszólaltál, Taika, imádlak. Imádlak, Taika, hogy megszólaltál. Rözzön volna úr, Szerusz Ádám. Azt a rohadt, az enyémre. Miért? Mit? Apa. Melyikön? Ja? Nem akarok veled beszélgetni többet, komolyan. Streamered. Nem az én. Várjon, hát a lúcot nézem, most indultam el. Nem is az. Nem azért mondtam, hogy izé, hanem csak mondom, hogy... A közben kapásom. Mivel szenvedek, ezért inkább nézd rá a streambe. De szerintem ez egy harcsa. Na, itt leszek egy ideig. Nem, feljön. Nem jön fel, nézzünk. Ne, gyere te ide. Ez az én helyem. Csukázós helyemet is elloptad. Na, megyek akkor a harcsázni. Az, na, az való neked, látod? Abból kihannak neked, egy zsákkal. Fogtam egy ruffét. Látom, 74 grammos. Kiírta a chat, figyelj, már chatre valahoz, már rosszal nem lehet. Méretes volt pedig. Elég mi? Miért szivat a jóisten? Most komolyan ez egy... Ez nem. Még dzsiggám az egészet. Tehát egy 22... 12 kilós harcsa. Oldra! Hát angolra fogom helyi, esetleg ahogy mély gyárt az... Tehát van egy pár hely, ahol már fogtam, de nagyon sok angolát ahogy életem tudod, van a fahíd az öbölnél, ahogy mész át rajta. Hát nem, ne, angolnát nem is tudom, nem is fogtam nagyot ráadásra. Ahogy van a híd szerintem. Az öbölnél. Na, ott ahogy menne át, mész át rajta, befordulsz az öböl fele, és ilyen 18-20%-kal kell bedobni jobbra a békanyába. Igen, tudom, ott fogtam már. Na, ott lehet angolnázni, ott szoktam. Édes jó Istenem. Szerintem... Hát meg hogy ki összekapul, ez nem lesz nagyobb, ott egyből le balra, én ott is fogtam. Figyelj! Most már ránézem, mi a felét csinálsz. Á, nem hát. Látom rajta. Á, kedvet kaptam lehet én is. Harcsát megpróbálok fogni. Még itt szoktam egyébként itt is lehet harcsát akasztani. Partról. Jövel fogják a harcsákat, megnézem már. Á, és tele van a kajás. Mostan nem. Ja, látom, látom. Azért akartam inni kávét, Feri. Nem tudom, hogy mi a gyenge. Mondjuk 16 kilós a orsó, 30, nem tudom hány kilós a bot. 22, 8-as a... Hát persze minden aktubát fogja. Tomi a 19-es az előke. Hát a fenn. Tudti, hogy egy rohadt harcsa, ami lefeküdt. Ó, na, nem is itt van a csónakházaig arrébban. Meg ez az? Persze, hogy nem az? 58-16 a 7 méteres. Ott van a csónakok. Mutassak térképet? Valósabb be vagy. Nézed a streamet? Na. Jó, én dobáltam, ugye? Nézem. Nem tudok inni kávét. Nem tudok tölteni az energiát. Voltam eddig. Azt rohadt. Puuuuuu. Kicsit tartjuk.
Vagy feszülje. Hát, ha tölt valamit felfelé. Vagy 7 méteres? Vagy 7 és fél? 7. Látom, mert ott vagyok mindjárt. 58-16. Gyere már ki! Ah. Na, Dávid, feliratkoztál ismét, szerintem te föl voltál már. 50. Bocsánat, 58-16. Ez egy kis zsongos volt. Na jó, hát akkor fegyverezzük fel magunkat harcsafogásra. És ezzel megy el a nap. Nem tudsz aludni, Claudia. Mi a baj? Számolj, számolj barikat. Melyik a melyik? Ez 31. Ah, ez mekkora egy kicsi. Az is 30. Kicsit beállok vele. De ennek az orsú egy gyengébb. Ez 6 kilós, akkor hogy Everest. Az lesz olyan, az igazi. Ja, Everest. Hát az nem jó, Klau. Becsak vegyél be valamit, hogy csak szerelem az egyik. Hát az segít valamit, nem? Oké. Van bele. Én nekem az van, de az Andernek is elég. Ah, csak elég floorkorban előkem. Ajánlik hát. Hát bocsánat, srácok, ez nem tudom meddig fog tartani. Hát csuka az, amelyik nagyon csirkefogó. Hú, fönnmaradt a zsikedem valamelyiken. Mert ez... Nem baj, az jó, az. Még nem jön az is szabó. Minél tovább, annál jobb, mert annál nagyobb lesz. Mert ez még ugyanott van. A fehéret. Zsiked. Ez használja, ez 120-0-3. Nekem? Taj, ott van. Hát azért nem fehérnek tűnik. Ja, a csali. Az a Linz Minov. Linz Minov. 80-007. A csali. Vagy a izé jó még a nagy kukat, a nagy barna kukat. Azt is mutassam, nézed a streamet? Én csak a torsó másikra raktam, hogy... Jaj, mi az? Van még nekem? Már kemény, olyan 120-03, Linz, huge minó. Például, de van a izé és a zöld, az 80-009, 80-007, 80-008. 40-esem nincs, 80-as van, 80-004-7-8-9, illetve van a... Hú, ezt nem tudom, mivel szedem ki onnan. Jó, hogy 120-003. A surán jó, ezért aktuál jó az. Mindegy, marad az akkor. De csigre jött, ja. De amúgy ott már nem is egy... Ezen a ponton csigre szeretnek jönni. És csigered? De várj, küldök neked egy csalit. Rám tudsz írni? Írjál már rám egy message-et, léci. Megtennéd? Hát... Fán. Oh, azt... Cool message. Hát ez nagyon nagy kérés. Hogy van ez az privát chat, vagy hogy a pluszban volt ez? Ja, nem is, hanem így... oké. Okay. Nem úgy, hanem ezért szerintem privát, nem? Na valamennyit. Közöl a úgy, úgy írtad, most úgy egyszerűbb. Itt vagy! Az első. Ezt szeretik még. Nem tudom, ilyenet van, mert nem hallott.
Mi van, Claudium? Megsimogassam a Gyors hasad? lesz így. Wobblerrel. Wobblerrel szoktak harcsázni? Hát lehet. Azt írja. Egyébként rekordokban az van, úgy, de csak ugyan a régieket lehet látni, mert a weeklybe csak apvajak vannak. De igazából ja, melyik az a minóval szokták fogni. A catfish. Tehát ezzel a... a hülyeség nem... De az a baj, ez megint izé. Ó. Hát vagy van egy ilyen zöld kukasz is, de érdekes, hogy... Vagy rossz... Ja, csukára emlékszek, hülye vagyok. Csukára emlékszek. Mindig rossz a sebesség valamiért. Nem tudom, mennyivel kell tekerni. Ez már valamit jött. Ma este, Claudia. Hát nem tudom. Biztos lesz valami. Nem tudom. Ó, balla, kemény volt a tegnap este. Hagyjuk azt a tegnap estét. Hát reggel nem bírtam fel kell, hogy elmenjek a számtagborba, szerinted. Látom, hogy nem mindenki ment át. Hiperugrással jöttem haza, teleportáltam. Kijöttem a Csehóval és itthon voltam. De hogy hogy? Na, azt nem tudom. Na, közeledik. Már most már csak kijön. De nem egy nagy szám szerintem, nem egy nagy harcsa. Ott van, már vergődik. Hát még a 16 kilós orvosul azért biztatóbb, mint a harcsa. Na, hát ez elvitt volna. Azzal már mennem kellett volna csomagok után. Nem csak vizélelően harcsa, harcsa, hanem egy 25 kilós hüllő. Ott úszik hüllő. Már víztetén. De már... Majd megújtad. Jó van, Klau, próbálj aludni. Ha nem tudsz, gyere vissza, beszélgetni. Most már látom csak én. Igen. Kisebb fajta sziget. 25 kb. Nem akar beadni a dzsiget, de miért nem? Na, nem is. Ilyen sebességet próbáltam. Nem néz ki rosszul. 25, jó, ez még Everest utolsó. Aluti, aluti, aluti. Más az átétel, de 15-től 25-ig mindenki. Hol a szákom? Gyere! Nem néz 16-os. Ki rosszul. Úr, rohagy meg! Hát mit feküdt ez? Nem érhetjük az oldal. Mit? Ó, oh, te aljas személy. Na mindegy. Hát bocsánat, nem volt nagy durranás. Azt hittem nagyobb lesz. Meg a jigget isten igazából akkor adja be majd, hogyha így belehuppan a csali a 7 méteresbe. Ott jobban beadja a jigget. Hát én áthúztam az egész pályán. Akkor át tudok ezzel dobni, hogy egyszer dobtam még be, azt most húzom ki. Extra egy. Hanyas fehér van rajta neked? De nem itt nem számítana. Kicsi zambé. Szerintem nem azon múlik a dolog. Motorcsónak is így epattam. Mindegy, ha azt szeretnek, jól lesz. Ja, visszaengedtem. Jó, van mindegy. Naha.
Neked megjött valami? Húzz végig, türelmes Árpus, hogy... Lehet, hogy nem kéne ekkorát dobnom. Ez mi? Ó, hát egyszer húztam ki, amíg te fáraszottad a harcsát. Csuka! Most dobtam a másodjára. Kettőfölös csuka. Három kilós harcsa. Látod, nem, én is lakszerővel dobom pedig. Ha vigyázni kell, akkor már ez elharapja. Hát nem jó, csak nekem ekkora bot. Meg ez az orsó is más kategória, mint ez. Erről jobban szalad le. Nem tudom, surán trollingozni, amúgy lehet, vagy megér. Hát nem tudom, én surán nem jutottam, lett volt, amíg most is csak azért, hogy az orsót fölmarkolja, mert jobb lehetőségem úgyse volt. Meg lehet kipróbálom én is, mert mondta már régen ezt a süllőzés, de... Lehet, hogy nekem is a kisbotot kell felszerelni, mert ez nagyon durva ez a... Jön a harcsa. Úgy félig meddig harcsázó volt. Hát nekem se elsőre jött. Jött a jigstepet. Végig pörgettem egy délután, egy éjszakát, meg most jött hajnali. Nekem nem jött egy se. Jó, de hát bár akkor menj máshol. Menj máshol, orsót tekerjem, most erre mit mondjam? Nem azért jöttem ide, hogy orsót tekerjek. Értem, értem. Én is azért vagyok itt, elhihetett. Én halat fogni jöttem. Na, de sűrű. De mekkora? Jó van, Claudia, gyere, gyere. Mondjad így, ott beszélgessünk. Csak közben horgászok az. Ez mi ez? Jól néz ki. Ez nem van. Ez... Wow. Yes. 6-4-es. Harcsa. Süllő. Ja, fogok még egy harcsát. És nem halászlevet főzünk, Klau, hanem egy harcsapaprikást. Mi szólsz hozzá? Nem hiszem, hogy arra felettél már ilyen. Vagy azt az igazi harcsapaprikát. Hát, hogy mutasd meg, Ádám, nem vagyok Ódburgon. Mondtam már, nem tudom, hogy így koordinátákat. Kijössz a várkapun, akkor ott balra lemész a vízhez egy a kerítés szélig nagyjából, és akkor ott van egy. Aztán a Öbölhídnál átmész a túloldalra, és akkor ott jobbra mész egy kicsit, a szododobász a békanyába. Az például, de a hídról balra, egyből közvetlenül mellett az igazi harcsa paprikás az. De mondom, én nem vagyok szakértője. Felénk Tiszacsegén a haláscsárdában olyat főznek, sorba kell állni az étteremnek. Főleg amikor vannak a tiszai halasnapok. Na akkor biztos. Az is jó. Én sajtal, Nightcrawler-rel és halszelettel. Valamelyikkel, mindig váltogatva. De ez már nagyon régen volt, én Ódburgon nem voltam mostanában így angolnázni. Hát miért nem mész hát ki az a partra? Nem ilyen csalit használsz. De most figyelj, megmutatom a csaliaim.
Figyelj! Hát de nekem is annyira, nem azt küldted. Figyelj, Tanyi, nézd csak! Nézd csak! Hol van? Nézd csak, hogy szétrágták nekem azt, amit küldtem. Jaj, de várj, akkor fölírom, mert nem tudom megírni. Ezt is, azt is szétrágták már, ezt is megrágták már. Én is használom azt. Csak most ez a lilát most felraktam. Azt úgy gondoltam, hogy ez a barna az nagyon sötét lesz estére. De nem. Hoppá. Bocsánat. Rossz gomb. De úgy látom, így megmarad. Kell a neve? Akkor. Itt van Linz Minov. 80007-es. Hát arra voltam, szerőző volt a kezembe, de... Aztán elnyomtani. Elég a száma. Szerintem a van is egyébként. Na hát akkor miért mondtad, hogy nincs? Van, kettő is. Ahol hát annyira esetleges fogni, meg annyira nehéz szándékkal ráutazni. Rápróbálni lehet csak, de nem éri meg arra vadászni, mert nem lehet. Azt nem lehet, hogy arra megyek, hanem ne kell compózni, és akkor éjszakára, hajnal, tehát éjféltől, inkább egy órától, délelőtt 11-ig bedobok egy olyan botot is a kínálatba, ami nem csak sajt van, hanem Nightcrawler vagy halszelet. Hogyha halszeletre jönnek ezek a Chinese vackok, akkor átváltok. És hát arra nem jönnek, de nem egyszerű. De csak próbálkozni lehet, hogy hátha. Szerintem véletlenül pont azt a sajt raktam rá, amit mondtál, ami neked van. Mert csak váltottam az előbb. Most, ahogy elnézem, 8007, aha, pontosan rajta. Nem tudom, ez a nagybot, ez nem tetszik nekem. Nem megszoktam már a szemem azt a kicsit, ami nálad is van. Kéne rá valami veretősebb borsó. Nekem 24 is feles. Ez a bot az 31 kilós, ami nekem van olyan. Hát, hogy ne. Ez egy nagy komolyabb. Most néztem. Nem drágák, mert valami 2000 valahány. Hát arra jó az a 16-os orsó. 3000 valamennyi egy nagyobb pot. A izé a neccesebb, a baitcasting orsók. Vannak már áram. Abból is néztem, a legdurvább 27,4 kilós. Annál nagyobb orsó még nincs is. Hát azt kéne nekem nagyobb. Hát ilyen 6-7000-ért már lehet venni igazán jót. Ilyen 18-20 kilós. Azért ilyen baitcastingnál az már keményebb. Mi nincs, Feri? Ja, nekem nincs prémiumom. Sose volt. Egyszer vettem 3 naposat, mert bizniszeltem snooperra, de ennyi. Én szándékosan anélkül játszok, bár mondjuk most majd muszáj lesz velem valamikor, hogyha skillt akarok fejleszteni, mert már most gyakorlatilag lehetetlen ezen a szinten prémium nélkül előre haladni. Hát elsősorban ilyen csali készítés meg tehetőanyag keverési skillt szeretném fölvinni 100-ra. A maradékból meg húzogatni esetleg ezeket a horgászó skilleket, de ezzel még agyalok. Na, jól lehet haladni prémium nélkül is. Persze, nyilván azzal azért van kitalálva, hogy jobban lehet haladni, de... Én félig, tehát én szándékossággal nem veszek prémiumot. Nem azért, mert...
Nem bírom megvenni, nem, mert nem akarom. Jaj, elnézést. Izét mondják. Mutassam a bombát, hát, nézed, nem lehet, nézed. Jó, figyelj csak, megpróbál ki meg trollingozni. Hát ami jó, ugye? Szót se próbáltuk még. Hm? Bobble. Biztos van, a piros fejű Volkovon is használtuk. Hát, ez mi? Mi? Hát, mutatott, hogy nekem nincs olyan akkor. BK. Az van. Hol van? Ez? Funky Minov S11001. Meg az S11002-t mondják még itt. Ez a kettő. Ez a kettő. De ugye bár ebben válogatja. Próbáld meg. Mondjuk várjál. Olyanom is van szerintem. Azt nézem, az meg 1,7 méter. Az se lehet rossz. És ez a 15001. Mondjuk fel. A... A felső részen a surát nézed. Én gondolkoztam rajta, és ez fullosan 2 méter itt a víz. Itt. Ez ilyen, ennek ilyen csukaszaga van, ennek a víznek. Hát Wobblerre, hát figyelj már, harcsa az vagy a 8-as lyukban van, hát én harcsát akarok, vagy itt a 7-esben, vagy a 7-felesben. Szerintem sok választási lehetőséged másra nincs. És azok nem akkora lyukak, hogy a fölötte ott el tudsz trollingozgatni, ha megnézed a térképet. F11002 van, 11001 van. De 15-ös nincs szerintem. Lehet tényleg el kéne menni békát fogni. A csali felhúzza. Na jó, hogy van most ez a skill? Most ez Spinfish? Úristen, még csak 65-nél vagyok. Vakirig meg 70. Texas. Carolina. Jerbait. Úristen. Na jó. Ki kell pörgetni még egy pár halat ahhoz a skillhez, úgy figyelem. A jerkbaithez. De nem, nekem van prémiumom. Tudod. Ja, hát de, az mi halad? De hogy halad? Kifogtam már, vagy... Kifogtam már, vagy 50 halad. Ó, 50. Nem halad? De... Ezt nem adja, csak az etető anyagot. De nem ad happy órába se adott XP-t, érted? De happy órába adja, most nem vagy már. Vagy az XP-t azt megdobja, oké, okay. De a skill-t nem... Ó, várjál! Azt! Ja, csak le volt a fék. De én nem arról pofázok. Nem. Nem csak az XP-t, tehát ugye úgy húzzuk az etetőanyagot is happy hour-be. A skill-t azt nem... Skill-t azt alig adja, dobja. De a percában nem adja jobban. Jó, hát a ground bait-et azt mennyi volt? 3 nap? Az kellene. Szétsukat. Az itt az, hogy adja. Volt. Nem, 2 nap volt. 2 nap meg vagy 2000 ezüst. És felhúztam 60-ról 100-ra. Hogy PVA-t is tudok majd csinálni. De ahhoz meg el kéne kezdeni megint fenekezni. De fenekezni meg hol fenekezzen az ember? Na azt mire felmondott Claudia? Hát most igazából nem sok hely van, ahol meg is éri. Nem tudok még Bercio-t használni, Adam nagyon sokkal van, nincs mikor. Szia! Mindig így leraktam. Üdvözöllek itt. Jaj, melyik az? Három. Összességében. Hát, akkor én négyes. Azt sem mondanám, Claudia. Tehát, én nem tehát, mondanám, hogy neked tehát a Jack Bait az 73, vagy 90% van. Odébb van. Ez mi? Ez mi ez? Mi? Na, ez 100, figyelj, ez figyelj. 104.
143 gram mosra adott most. Ja. Ami süllyen, süllő. Hát most ez a havi szar nincsen, de nekünk más szarságok vannak. De kaptál rá skill pontot, ne sírjon. Holnap... Holnap stream. Nem ti szültök. Figyelj, és... a zavar. Miért? Ezen a két dolgon kívül... Miért a snoopernek? Ennyi. Ennyi. Egy, kettő meg nem kötelező. Hát nem akarsz, akkor teste szülsz, van császár is. Ferenc nyári. Mi? Szuper, nem akarsz nekem olyan fader szettet. Majd még fogd, hogy 322 gramosat. 149-be kerül, és a legalapabb. 149 ez üst egy fader szett. Na hát akkor meg ne hisztiz. Valamit valamiért, Klau. Ne hisztiz. Ádám, biztos lesz valami. Biztos lesz valami stream este. Ma este, mert ugye bár már ma van. Csak még nem tudom mi. De szerintem igen, horgászom. Én most nagyon rá kattantam megint erre a szarjátékot. Ja. De most megint tetszik. Feri. Te nem, és egy délután illak arra törölni. Kimegyek, megnézem neked. Mert surán nem biztos, hogy kapható az oszett. De mondom, megnézem neked. 149 ezüst egy feeder set, egy kezdő feeder set. Hát persze, van már egy 15 pár ezüstös orsó. Figyelj Feri, ha az a, ne, ha az a 10 halam ér annyit, hát akkor megveszem. Kezdő nem lesz túl erős, hát most egy 10 ezüst élet kapni orsót. Egyezünk meg. Hát, az nem fog érni itt. 6 egész valamennyi. Hát meg itt van még a két nagyobb pály. Nagy sülő, az hány kilós volt? Megnézzük. Hát ez esetleg ér egy 50-est. Kis market. Már a harcsa 36 ezüst felé. Mekkora mákod van, 176 ezüst. Mit? 176 ezüst és 140 kiló. Hol van itt a kávézó? Mennyi az egész? 149. Ó, hát akkor... Bírja. Én nem öttem meg. Ez mi az a kék? Ott van, mögötted. Ez? Az a tek, ez a bőrsó. Nem, 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 nem. Vissza. Ott a... Hát ez mit tudom én. Ja. Nem, 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 arra menj, ne, ne, ne. Tehát igaz, hogy később látom, menj a város központ felé, és valódat tesz, és az befele. Itt ez a nagy épület egyből. Jó. Megnézzük azt a szettet. Ha surán kapható, veszek neked egyet. De... Első, utolsó. Nézzük. Float fishing, feeder fishing, 149. Mi ez a szer? Ennek a karinak küld kinges. Feeder fishing start. Tessék, ott a pak. Elküldte. Nincs mit. Na most a két akkor játszol. Na, az mellé megyek a hívben. Ó, Istenem. Na, Hornyák Ádám, mit szeretnél kérni? Á, most nem tudom. Na, mit?
Maximum Na, 149 ez ki is a lehet. maguk kirakodó vásárban? Nincs kirakodó vásárom. Ha hülyeséget kérnek, úgyis kiröhögöm, tudod milyen vagyok. Nyomokban. Na. Talpig úri ember. Ádám. Ádám, írjad már, légy szíves. Mielőtt kimegyek a izére. Na, jó, akkor leállítom a motort, várom. Akkor már piros csónakot kellett volna venni. Rollingozni. Várj, ez bekapcsoltam én ezt. Egy ugyanilyen szettet. Jó, mert le kell. Gyerekek, hát most... Nem. 149 ezüstről beszélünk. Most komolyan intenzíven pecáztok 20 percet. Na jó, hazudok. Tehát 45 percet is van egy ilyen szettet. De tudom... Kapsz egy csóróságot, ja? Válságban, mi? Na, írjál rám egy üzenetet, Ádám. Elnélkül nem tudom elküldeni. Mit kérsz a Ika? Nem kapsz vengát? Egy olyat? Hallod, neked küldök egy ilyen nagyobbat, jó? Hát ugye a harcsán. Most nem vagyok fenn. Jó, Ádám. Akkor legközelebbi stream alkalmával, ha fenn lesz, akkor megkapod. Jó? Jegyezd meg, Ádám, mert ha én elfelejtem, a két méteres részre, akkor ne az legyen, hogy hazudok. De... Lehetőséget, hát ha van. Mire? Ja, spóroltam. Gondolom, hogy gyengébb csónakkal vagyok, nem tudom, hogy ez jó-e arra. Mert arra... Hát, ezért trollingozni. Hát, mert egyébként egy kijövök ide, akkor... Mi a fejének kell másik hajó? Nem tudom, ez jó, melyik van rajta fel. Szóljál rám, Ádám, jó? Legközelebbi stream alkalmával, és akkor legyél is fent, légy szív. Ah, megyünk. Na, ez megbeszélünk. De ez önismertlen ez a... Figyelj, én eddig surára, vagy suráról teljesen negatív sötét véleményem. Sötét betapogatózom. De megmondom őszintén, hogy nem rossz. Nem rossz. Én is. Hát ez az, hogy nem pecáztunk hát, ki. Hát, ja, ha jönnek a sülők, akkor nem. De egyébként nem sok minden fogta még itt. Azért te mennyit pecáztál, Surán? Surán tokot? Van tok Surán? Nem tudom, régebben volt, hogy egy pár szor fogta egy pár tokhalat, meg kecsegét, meg éneket, de... Itt az este. Aha. Fenekezővel. A rekordba. Mekkora legnagyobb tudtok? Hát milyen? Sterlet? Sima sterlet van itt, vagy milyen? Mondjuk nem tudom, itt melyik, ezt itt az orosz van az ide, akkor lehet, hogy azt nagyobbat fogtam. 84 kilós, 16 kilós. 7,5 kilósat fogtam kecsegéből, de azt szerintem itt fogtam. Illetve a... Aha. Hát ez szerintem jól tudtam, ekkor, hogy aktubán megmegy a izé. Ez aktubán fogtam egy gyengét. Igen, ezt aktubán fogtam. Ez csurán. És ezt tudom, hogy hol tudod fogni. Aktubával, ezzel a csaliba. Aktubán, ezzel a... Látom, én nem megyek, én nem megyek, mert én nem tudom kiszedni. Nekem nincs hozzá cuccom. De én csak az pontot tudom pontosan, hogy ez hol van. Na hát megnézhetem a gondolat. Lent, aha, délen. Délen van egy ilyen kisebb, mély lyuk.
Aktubán. Hol van? Remélem a folyó másik végén. Nézd csak! Nézd, milyen harcsákat téptek ki ezzel a csalival. És ez mindet abból a jó. Ja, Aktubán, mi vagyok? Azt hittem, hogy izé, itt van. 231 kilós tépek ki a saját. Jó, jó, de mondom, hogy ezeket halálbiztos vagyok. Halálbiztos vagyok benne, hogy ez honnan szerint. Majd, ha meg lesz az orsóm, de ez még sokában. Abból a lyukból. Hoppa, hol vagyok én meg közben? Jaj, te jöjj, nekem meg bemondom, bocsánat. Ott van valami a szélen. Valami apróság, úgy látom. Na, aspot? Mivel? Az a lilával? Kezdődik a csuka móka? Nem, as. Az se rossz. Jajajajaj, voble. Ezt a 002-essel. Ráírjak a suspectre, figyelme, te hol? Azzal a Funky Mino 11. 325, még hal szeretne se jó. Tényleg hal szeretne. Hát ez mi rosszabb? Nem raktam el kicsit? Nem. Gyere le! Percs! Szervusz, Kati! Igen, sok ez is forró, 25 ezer fölött van, azt hiszem a Vengo-os, amire spórolok. Meg hát elkölteni bármikor el lehet. Úgyhogy most gyűjtögetem. Igazából sokat nem lendülnék előre. Van, ha kell valamire, akkor valamihez nyúlni, ez a lényeg. Még az is elküzdő, hogy bolonyai botra is be kéne majd ruházni, de... Egyelőre van. Csukázásra most összeszedtem egy csomót egy pár nap alatt. De most már meguntam, csinálok más. Bár itt nincs nagy szerencsém, mert nem sok mindent fogtam. Csak igazából egy ilyen kis kitérő. Változatosságként. Igazából semmi értelme nem volt eddig a játéknak, de mennyi a szempontból, hogy halfogás. De még hátha lesz valami. Jaj, nem kell egész erővel, mondja. Hát, hogy fölmegyek, ezt meg is unom, szerintem már álmosnak ért. Álmos vagy. Csuka. Na, tehát, ha jönnek majd. Erre is akkor inkább olyat szerintem. Akkor vállaljuk nyíltan a csukát. Nem tudom, nem próbáltam sorántól. Ja... Hát akkor az nem jó, húzok, mert a speckó mozdása van, nem? Trollingozni. Na, próbáljuk ki. Ja. Nem lesz jó szerintem. Most sötétedik. Keményen. Jó lesz.
ez sem jó, mert Wobblert kell húzni, ez villantós annyi. Ötös ötlet. Bár fogtam már vele, de nem igazán arra való. Elég ez a piros. De hülye kapás volt ez, mi volt ez? Nem tudom, jön el, úgy megrántotta a botot. Nem tudom. Nem csuka, elég egy cibája. Nem, ez egy... Ez egy bőbb. 4-1-es bőbb. Hát, ezek szerint megrántja az is. Bábát. Bábát. Az is így cibálja. Ja, óvatosan jöttek ki. Ez mivel ezzel? Ja, megálltam, szerintem véget ért a pálya. Jajjaj. Nincs tovább. Azt a rohadt! Azonnal feltépte Maxra a féket. Ó, jó akadós helyik. 28-osom jó lehet csukázni alapvetően. Jó baj van. Én mondtam, gyere ide, nem jöttél. De kitaláltad, hogy ide mész, oda mész, erre pecázol. Akkor menjél. Na. Mi? Hova? Megyek is. Fogok. Csukát. Egyébként itt elég jó izé lenne igazából csukázósnak, mint te olyan fa akadókkal, meg mindennel. Ahol tanyázni szoktak a hűvösbe. Ja, süllő. Itt érvényes szerinted az, hogy a minél magasabb szintű felszerelés használsz a nagyobb vagy a skill pontot? Nem is tudom, melyik a legmagasabb szintű már ezen a skillen. Tehát ugye van a top water. Hát figyelj, hogy állj meg. Nekem nézzék ki ott egy helyet, lehet... én a mondó vagyok, az kiér egy vagy most meg... megvárod a... Vagy megvárod a reggelt, és akkor csukázol. Azt megpróbálom próbálni ezzel. Vagy, ezen... Vagy gyere ide, ez csak ezen járt az agyam egyébként, csak kicsit még lejjebb akarok menni. Na. Kipróbálom azért. Én mutatom, hogy hova menjél. Nem jössz, hát most én azzal mit csináljak, hogy nem fogsz abba. Tessék. 26, 27, 28, jó, fentebb nem tudom tekelni. Ez megint egy harcsa. Oké, ez a kaján is kéne, úgy látom valamit. A rép az mindig egészséges. Megint egy harcsa, bazd meg. Az örvendetes akkor. Hát folyó. Hú, fölfel szinte nem is halad a csónak, azt nézem. Hallok egyáltalán? Hát tudom, csak az, hogy ez a gyenge csónak lehet, hogy nem is hát húlta. A Dream Trip. Elég. Ő hoztol most egy verseny surán. Milyen verseny surán? 2 óra hossza múlva, 3 kor? Bassz. Lehet, hogy elmegy gyorsan azok 2 órát, az is szél. Hát hol? Ja, persze. Jó. Most látszik az a tempó, amit produkál a csónak. Hát ez komolytalan. Mi egy fröcskölés itt bal oldalt? Szemétláda harcsák. Jó, az így élve nem érek vissza. Ó, tehát a sziget mellett fogtam valahol a... Gyakorlatilag a hal egy helyben fekszik. Gyakorlatilag az egy helyben áll ez a csónak hallod.
Hát az úgy szokott csinálni. Gyere már ki! Áh, Istenem, szétbassza az orsómat. Azért teljes gázzal kell vontatni. Kéne nézni, akkor egy 16 kiló fölötti baitcaster orsó. Mondom, gyere ide! Használd ezt a gumihalat, Na, gyere ide kilépek, meg be. belépek, azt megnézem, hamarabb visszaérek. Ha ez a csónakod, ez abszolút nem halad Hát vízbe. most nekem a Steelhead Megné 600R van. Jó, várj, meg akarom nézni, 16 melyik kilós, ha orsót jól mondod? tudom, És mit kilétek látom. belépni, az bemegyek oda bolthoz. Na ez 16 kilós. E fölötti orsó mennyiért van? Annyi van, nekem is az van. Mindjárt betöltesz, megnézem. És van a bolt, ja, a kávézó mögött valahol. A kávézó, ahogy én mentem befelé a városba, még menjél befelé. A kávézó után a második már ott épület az balra hogy egy hol van, ilyen kis fa épület. A bolt. Megvan. Na, orsók. Weight casting, de ez a low profil, ez nem az, ez az. Hát ebből a nagyobbat vettük meg, az 16 kilós. A fölött 13, 14, 15, 18 kilós van, 6200-ért. 23 kilós, 14 000-ért. Nézzél már egy botot, ha már ott vagy, még adott egy bocsánat, jön ja, ez egy van. Akkor miért írja azt, hogy... Az a legnagyobb, tudom. Jó, várjál. 19 000 van, 27,5 kilós ez a legnagyobb. Mi bot? Hát figyeld, a 16 kilós ez hát nagyon jó árban van. Ez nagyon jó árban van, nem is arról van a szó. Nem, a orsó. Te látod, a két, ami te van szenvedek orsó. Egy... Nem tudom, mit mondtam. Látom. Nekem is. Botot, aha. Az ennyi, hát egy ilyen caster. Kell, vagy ezekben az enyémet már majd lassan. Casting rod. Tudod, a meg mit mondtál még? Botot? Milyen botot? Mert most nekem 24 feles van a fölötti. Ami még esetleg van skill pontot is attól, kék. Talán, ha van olyan. Na, az jó. Hát 3004-er már van 49,5 kilós. De mit ír rá felül? Medium, fast, heavy? Ja, elég merevnek tűnik, ráadásul kék is. Hát 15 000 a legdrágább, de az... Mert ami most nekem van, ez a Super Duty, ez heavy hát, power-es. Nem tudom, melyik medium reakciós. Hát. Ez nem az... Na gyerekek, ezt megint mirének kicibálom. Ott van 70 gram most, ez volt az. 3000. Nem, ez csak 22 kilós. Mennyit mondtam az árának? Az. Hogy nagyon alakban. Akkor itt volt valamelyik. Ez 49,5. Felül van 5 az action. 5 per 10-es az érzékenysége. Aktion. 7 per 10-es a... Nem tudom, a stiffness, az micsoda. Heavy. A slow. Nem nagyon. Az a fast. Mi van? Van itt egy... Nem mondod! ...gyors reagálású.
megvettem. De. Nem baj. 45 és fél kilós. Le akartam kattintani, ja, hogy jó, jó. Megmutassa. Azt csak meg, kicsit agyon kattintott, amit kellett volna, azt egyből megvette. De nem baj, vissza lehet adni tőle. Amit a helyétől fordulta. Valami 6800. Hol van az izé? Botok. Rocz. Melyik volt az? Ez volt. Melyiként nem rossz, mert fast, tehát gyors működésű. Érzik, extra erős. Ja, ez nem is az volt, az 50 kilós. Ja, nem, nem ezt vettem, ezt nem is meg. Én tudom, vettem, én még nem adtam vissza semmit. Melyiket vettem meg? A feleset ugye. Hogy lehet visszaadni egyébként? Meg 48 óra van most már. Hát én se, csak tudom, hogy vissza lehet. Ha nem használtad. Már csak. Ezt lehet visszaadni. Szerintem igen. Egy csak mindjárt nézem, hogy a Black Edition, GTC, a 78 MH. Black Edition. Hát ez nem jön ki. Sét, ez lehetett valamelyik. Ez volt az 6800 ér szerintem. 45,5 kilós. 6886. Na, ugyanannyit adott. Ez egybe visszaadta. De egyébként nem rossz, mert plusz 5 skill pontot is adott. Negyvennyolc óra van rá. Grabezt is kipróbáltam. Attól is lehet adni két órán belül, hogyha nem használta, csak... Ja. Na, ez nem jön ki. Igen, 48, egyébként élőben meg két óra. Hát ez előfordul. Halcsán áll elég hamar. És ráadásul még olyan aljasak, hogy... Sokkal kisebb, mint amelyet az ember számít, én fogtam 29 kilós harcsát, mint összeszenvedtem, azt még szerintem góldal fogtam. Na jó, hát ez még semmi. Azt én fárasztottam több, mint egy napig, az. Ja, nem, három napig mondjuk. Nem, sokáig elsétáltam bele a kenyába. Még az, hogy azt góldal fogtam, tehát ez kisebb, mint ez. Nem tudom megpróbálni is azzal a bottal a pecázás, csak az a baj, hogy az gyenge. A másikra viszont nagyon nem jött eddig. Látod nekem is jönni, és egy csalival pecázol. Kipróbálom még egyszer. Máskor is volt, hogy nekem jött, ezért meg nem Johnny, vagy fordítva. Várjál csak ezt a fluorkarból. Jighead. Egy nullás fehéret használ. Meg akkor ezt raktad, ezt a 80-07 van most is rajta. Hát, kipróbálom. Rohadt harcsák. Jó, feladóban vagy egyáltalán. Jó. Nem kell akkor átdobni egyébként, azt észrevettem, mert kidobom a gödörből.
Hát komolyan, szerintem egy lada van rajta, vagy valamit húzok felfele, de hát. Tudom már. Tuskot fárasztanál körülbelül. Ja, a Titanicot, ne? Megtaláltad a kurkszot. Hogy én hogy utálom a harcsákat. Ám én nem utálom, mert rohadt jó harcsázni, csak ilyen kis bottal nem. Hát én is. Miért, hogy van egy erős baitcaster izéd, akkor hogy ne lennél? Hát ja, én is azért, de farmolni nem jó vele. Egyébként ez nem mozdul hát, meg. Jó, de abba is csak azért. Szerintem egy bekapta a csalimat, egy másik meg ezt. Így vannak rajta hangok. Ráéreztem a Jigstepre ezen a folyón. És már folyamatosan íratom ki vele. Hello Hopper! Nem hiszem el. Komolyan mondom. És figyelj meg, megint nem lesz csak ilyen 16 kilós nyomorult. Elhiszed? Tizenhat kilóta már kiírta az előzőt. Van egy kicsit nagyobb lesz. 16 felest meg. Hát 20 kilótól írja a chatter, gondolatot. Hopp, nem kaptok az orsó. Felfele jön. Azt hittem 20-tól írja, akkor módosítottak talán. Nem, még ott van lent. Az nem baj, ha hozzáér a bottomhoz. Én is úgy szoktam. Attól még megvárom a 3 másodpercet. Mindig leül az aljára. Hát írja, hogy Jig, touch the bottom és alatt ott a Jig. Csak nincsen a kocsid. Hát én mindig megvárom és nekem működik. Ja, de nem szólt 3 másodpercet várni, mert akkor nem írja. Jön felfele, nem látom, hogy tekerem-e felfele a damiat. Komolyan már. Most már nekem is ír a Jiget. Szerintem azt a fát húzom átfele a víz alatt, gyökerébe beakadt, az mindjárt eltűnik, hogy szembe azon a nyárfa. Lehet, hogy ugye nekem nem jön már egy darab se, de lehet, hogy megint ugyanaz a helyzet, mint Macin. Miért fölraktam a Everestet a Goldorsot, egyből jött egy nagy trófea amúr. Mondom, szerintem ez az akármennyire is logikáltan lehet, hogy attól is tudjam, hogy milyen bot meg orskon a kezedben, mert... Azért is kipróbálom, azt is felszerelem erre, de... Ha úgy működik, akkor kellettek egy szívességet.
már jön. Hogy enni? Megint előtt adta neki Ja, enni. igen. Már nem bírta Hát beiktatni megívott róla a kávét. két termosszal, úgyhogy csak nyomja azt fel valami. Nem, mert vagy a napsütés volt lent. Megittem vele egy pár teát, szóval felvittet oda a kaját is. Most, hogy kisütött a nap, azt mondja, már nem megy el fel a kaja. Ja. Miért hosszabb? És ez neked hosszabb volt az, hogy miért volt ezt? 2,4 Látom rajta, ez egy egész ilyen kis rövid. Na, akkor ez ilyen még nagyobb. Na, meg 2,6. Hát ez tök úgy látszik, mint hogyha az nagyobb lenne. Érdekes. Jaj. Nem jön. Alulból az egér. Hát jön, aha, most már jön felfelé, ott van már. Tárgyalik a víz tetején. Jön. Látom. Azt csinálja amúgy? Még visszamenne. Megvonás, megvonom már ilyen... Majd elragad a szemem. Ez sem lesz nagyobb 16-nál, szerintem. Hát egy jószág vagy szemeklád. 18-9-es. Olyasmi, mint az előző ránézésre. Hát de 24-es, volt 16-os az orsó. Érted? Na jobb, mert egyszerűen nagyobb lesz, de őszintén 23-4 kilóra számítottam. Jó, de hát azt mondtad, hogy majdnem hát, tudom, de mondom, hogy a Goldal, az csak 13, vagy 14? 14. 30 kilósat fárasztottam, hát még kéne ezért tovább, de nem annyian hát, sokkal. Pont a duplája. Hát mennyi az idő most? 8 óra, hát 8 órája fárasztod. Én mondjuk fárasztottam 15 óráig mondjuk. Igaz. Nem a legjobb kaja neki, így. Ez olyan, mint a téged. Kicsit nem eszik, hogy te egy tessék pizzot. Mondom ezt, hogy mondom ezt meg ezt. Így áll vizet, hogy ne se egy répát. Igen, így áll vizet, azt is telik a has. Hát nézzek, fiével 10-szer beadtam egy rohadt kapásom, nem. Most fogtam egy nem méretes süllőt. Meg állna a cibálat kifele. Valami más probléma van alapvetően. De hát mondjuk ez a módkor, most üzébe jártunk így a
csukával rángattam kifele orba szájba. Neked van nem, azért nem mindenkinek ugyanúgy jön meg ugyanott. Nagy valószínűséggel. Mit csinálhat? Ja, szeretet. Kinek? Miért lenne? Még szerintem ezt kihúzom aztán. Nekem a hat szeret a legújabb. Neked? Hát ő adja így azt ki a pontokat. Nem is nagyon szoktam hat szeretet csinálni. Hát értem, mert ilyen magaslatokban nekem minden 20-ra adta. Hát de... Nekem most már szeretem minden 50-ra körülbelül azt ki a pontot. Még nem vagyok sokkal följebb. Polentát tudnék... 64,4-en van. Ugye várj csak az mondjuk... Halidagot tudnék még kövelni. Nem, az a etetőanyag volt. Hát meg béka. Nem, 74,1. És utána ott van bejt is. Utána van a rák, meg a... kagyló. De te megvetted? Meg... Ja, hát te meg is vetted. Nekem most a bejt is van. Villadás vödröt. Persze, csinál, azzal húztam, de arra sem ad már csak nagyon szaki évente. Egyszer rá és időben, amikor fenekezek, aztán nagyon ráére kidobálom a csali halaimat, van vagy 200 darab megromolva szerintem. Nézd meg, neked állandóan jön, hihetetlen. Na, most pedig már a botot is cseréltem. Rahat messzi kap rá az, akkor ezt mondja, ide húzom. Na, megpattantam a torcsón, akkor láttad? Hol van? Nem. Egy kicsit tehát arrébb megyek. Én a közepén vagyok. Ja, le kell ülni. Na. Följött vagy nem jött föl? Megpróbálok, mert nem bírok nagyon dobni, kicsit megpróbálok hosszabbat húzni. Itt már talán jó lesz majd. Hogy állunk? Hát még meg mehetnék. Megyek egy kicsit. Hát nekem is az lesz. Jó, ott kipróbálok egy-kettőt, aztán térmények aludni, mert úgy érzem, összeragad a szemem. Na, nézzük innen. Ja, nem is itt van, amit van. Komolyan mondom, srácok, aki pénzt akar keresni, ja, kis az perges. Besorak, nagyon jó. Be se kell dobnom akkor. Né! 20 ezüst a horog, a jig horog, 4 ezüst rá egy gumihal. Melyiként igen, mert viszont a kis befektetése. Igen, a kopik a gumihal, semmi dolgotok nincs. Csak megtalálni azt a helyet, ahova dobáltok is sem. Annyi. Rótelőke nem kell. Csak a, hát ha csukázik. Meg vigyázni, hogy nagyon szakadj, meg drótelőkét használni. Meg, nem úgy mozog a csali rajta. Hát csukázni, igen. Nem jó. Na mindegy. Akkor is 24 ezüst. 24 ezüstből egy hétig pecáztok. Hát, nem. Meg nem kell ilyen bojli, olyan bojli, ilyen csali, nem so, nem olyan csali. Nem sok kezető anyagot keversz. 24 ezüstből egy héti horgászok. A leg... Na tessék, 5-9 ez Zander, első hal. Nyasgem. Helyszínváltozatás nyilván jót tett. Akkor is nyasgem. Nem magyarázz meg. Hát most jöttem át. Egyre több ismerősem játszik ezzel a Hunt-sel. Nem, én arrébb voltam, majdnem a közepén voltam. Ez valami kis... Ezt nem bírtam, nagyon kicsit bírtam csak dobni, az arrébb jöttem, hogy hát, ha mondtam, többet hogy bírom húzni a gödörbe. De hát nem biztos, hogy beválik, vesz. Ah, de! Bevált, baszott, ugye a következő. Miért? Mennyit bír a fékem? 26. Jaj, te szegény. Az harcsa, akkor kapok egy szívinfarktust. Akkor nem bírok lefeküdni. Szívája.
Szívbe állja, úgyhogy nem harcsa. Jön a 10 kilós sülőm. Zander az, szerint. Ó, ez nem nagyon drótel, hogyha rángatja lefel, akkor csuka. Ajjaj. Nem csuka. Hát, cibálja föl, pumpál. Mondjuk most megnyugodott egy kicsit. Olyan hangos az ellen, nem hallom a orsó lecsegését tisztán néha. Nem baj, jön már, itt van. Nincsen hiba. Jön az Ander, jön az Ander, ide a papáhon. Az. Igazi rétininger vagy. Ez buzi. Igazi surbo. Arrébb gurulok egy kicsit a csalnak, vagyis arrébb megy, ne szép, püf. 5-9-6-7. Remélem rákap egy 40 kilós harcsa, báty. Na, tök négy, itt te, a következő 10 hát te nem, te itt rohadt 4 óráig, akkor is kiszeded. Ó, oh, tök négy. Nem, miért rohadnék itt, nem, gazdaságilag kalkulálok. Na akkor remélem, nem éri meg, akkor megyek. A TF4 meg egy vissza. A relogolás gyorsabban meg van, hogy szétcsapatni az orsót. Ha így is van, már elég balja szerintem. De akkor nem ezzel a bottal. Ha. Én nem tudom, miért akarsz annyira megjelzni. Te egyikét lehet, hogy arra kéne beruházni. Nem is, ott vannak a 200 kilós harcsák, az nem jó? Egy jó baitcasting, egy jó baitküzdés, meg harcsázni. Mi? 27 kilós. Na, hát venga meg 26. Csak baitcastingban nincs akkora orsó. Van. Ha meg mekkora azért, venga. Meg itt a botok látod. Hát, 3000 ezüst. Ráció, akkor lehet, hogy az lesz, hogy tényleg beruházzak valami veszett. Jó, de az is már... Na, azért mondom. Hát ott az... Hát az, amit megvettem, az majdnem 7 volt. De az 45 kilós volt, ám hallod. Igazából 35-nél nagyobb... Ez is 31 kilós ez a bot. Na, 120, 124 és fél kilós. 20 sok kilós orsót. Nem. Nem néztem azokat. Hát jön a heavy bait casting. Ja, itt ezt beszéltük. Itt van a skillekben. Spin. Itt van Józik, heavy bear casting, realist. Itt van, hogy még le van zárva, még ott van sea fishing. Itt jön befele. Itt van. Be fogják rakni a... Nem elérhető senkinek, de jön a heavy bait casting, a igazi tengeri horgászatos orsók. De ugye az még nem elérhető senkinek. Az még senkinek nem elérhető. Mm-hmm. Még majd most fogják behozni. Most látom a streameren. Na még egy zander. Srácok, látom, vagytok még egy páron itt a cseten. A gumihal kopottsága mennyibe befolyásolja a kapást? Hm? Ezt tudja valaki? Vizsgat a vétai. Hm? Valamelyiketek tudja? De másfél kilós sülő lehetett nagy vonalakban, úgy éreztem. Egyéb iránt, hát nem tudom. Egyébként kéne, hogy számítson, csak mi az a pont, ahol érdemes. De hogy lehet eldobni? Mondjuk nem túl drága cuccról van szó, 30%. Mert az enyém már 33,1%. És úgy tippeltem. De nincsen más, hogy muszáj ezzel horgálni. Dismiss. Akkor szereld le, aztán dismiss. De hogy megyek én most? Hát, annyi kérde. Én ilyen vagyok. Mennyi az vegyi? Én egy angyal vagyok, érted? Bezzek másnak a kezdőszettél kimentő. Gentleman. Magadnak nem. Talpi úri ember. Talajtól talpig. Szia Kristóf egyébként, meg... Azt működik, ez még 33%-a. Jó, van az.
Majd 90%-on eldobom. Jó, van az úgy, megnézem. De az enyém az új volt, azt hiszem, hogy ráraktam. Úgy. Á, nem, 5,7%. Majd 93-nál lecseréled mi? 1-4. Szafatok is jók. Ezek meg tök mondja, hogy este is tud jönnek, mint az ökör. Ezek mennyire szeretik az ilyen estős időt? Na jó. Hát azok felszínű vadászok. Vadászok, csukorosú időt. Csukák már az ilyenkor hisztiznek. Mennyi vízes. Neki aztán tök mindig milyen idő van oda. Hát én is el... Mi a tekere is? Hát hogy elő a rázsolás egy zsíget, de neked 24. Se írja mindig. Neked hány százalékon van? Vagy hányos olyan? Már rászoktam pillantani a telefonra, hogy valaki ír a csetbe, de nem kell oda nézegetnem. Lassítok, 25-re próbáltam, de igazából nem. Nagyon nagyobb betűkkel elárasztó, úgyhogy. Na, nekem sem olyan. De persze ez nem az arról híres. Elején, mikor bejön Claudia, meg egy-két szájelósabb, akkor úgy pörög. Azt a kur... Hát lehet, hogy megvan a harcsám. 28. Akkor ez a... De hány százalékon bírtad a fékre állítani? Na jó, mert nekem csak 26-ig bírja. 4, az jó. Na, elindult valami. Hát meg láttad, este jött a bűn. Hát nem, Zander. Na, jött valami lutz. Na, meglátjátok legalább a lutzot is. Hogy, hogy is van-e. Kristóf küldte, ha már megérkeztem, akkor egy lutzot se. Ilyen egy 3-os, egy 4-es. Ezt szoktam nézni a harmadik monitoron konkrétan, csak hát most a 1-3-as, 1-4-es zanderek jönnek, nem jön nagyon. Hát, ha lenne prémium, esküszöm, kimennék és hoznék neked 10-et. Nekem van még egy új, csak a prémium, ugye. Na ez, mondja, jön a szakvélemény. Arra kíváncsi vagyok. Igen, Kristóf, ez remek, csak ez folyó. Tehát azért én is a tavakon, meg itt-ott megye kitapasztaltam, csak ez nekem új, ez a helyszín. És ezért nehéz kitapasztalni azt, hogy mekkorát is kell tekerni. Ugye, mert a vízsebességét is be kell kalkulálni, mert le vagyok horgonyozva. Nem tudom, itt szoktad-e azt a tempót diktálni, vagy máshol. Mert máshogy kell itt, ott, amott. Például a Volkó az egy kis viszont lassú hely. Nem annyira folyik a víz. Ez nagyon gyors, ezt úgy vettem észre. A Wave írta, hogy amíg jönnek rá, addig ne dobjon le. Na, nem, emlőtt válaszom. Nem akartam közben kommentálni a választ, de... Végül is, amúgy igazam. Köszi. Érte. Hát figyelj, végül is jönnek. Hát csak onnan tudod, hogy miért nem jönnek. Ugye a Csali miatt, vagy egyébként se jönnének. Jönnek. Hiszen igazából van nálam Csali. Most nekem csak sajnál ők jönnek, ez... most is egy 1-4-es jött. Hát most menjek, azt vegyek egy kupacca. De hát most tényleg pár ezisről van szó. Én úgy dúlnám ki 30% mellett, mint a... Ez az egy van, ebből a színből most... ez az egy jó, van. Jó, most ne, most ma hagyjad.
Csak mondom, hogy ha van több is, akkor... Hát vagy próbáld ki zöldet a szakadékot csinálni, akkor nem tudom, hogy van-e még. Nézd meg, hogy hát az. Két húzást megér. Az, hogyha ez semmi mi? Nem jön kettő de... alatt, akkor elképzelhető, hogy nem jó, mert nekem most ez nem volt még olyan iszonyat ideje, hogy kétszer egymás után húzom és nem jön semmi. Hát ez a komoly... 377 gram, akkor 100 gram alatti Zander. Na nézzük. Hát nem cibálja ez azért, van ez 30 dekás is. De van amúgy más milyen, és az erre miért nem megy fel? Orogra nem megy fel. De vannak másmilyen csaliaim. Csak az, hogy a horog. Nincs oda, mert nem bőle fölrakni. Látod? Medium 6-os. És arra megy fel a 8, a 0-8-as. Mert ez nem mindegy a horog. Igen. Nézed a streamet? Na, nézd csak, itt van ez a 4 csak. Nekem egy 0-ás horog van rajta. Itt van, itt húzgám rajta az egeret. Nézem, igen. Na. Ez médium 6-os a horog, de ha ezt most lecserélem, amit használok, extra lárcs 1-re... Látom, felsősor látom, igen, azok a 40-esek. Már nincsen. Van arra, erre a horogra nem húzhatok fel. Uh-huh. Ez? Megnézem. Az a barna, az a 3-1-es, az milyen? Nem lehet jó. A harmadik. De a zöld is jó lehet. Lehet, hogy is lecserélem majd más színűre most. Kihúztam kétszer, úgyhogy nem jött, vagy tényleg most nemre esős időre, mert nem akarnak annyira jól reagálni. Aj, már nem szoktam, nagyon ritkán írja. Nézd, sok gratuláció. Most nézem, hogy tiéden láttam. Jó level. Hát én is csak amikor látom, hogy írogatnak, nem olvasok sőt, csak akkor sok fehér van, akkor valami van. Vagy jön valaki, vagy. Vagy valaki elért valamit, vagy szépet fogott. Hát lehet éppen nem voltak sokan. Ja, megnézem ezt az izét, amit mondtál. Ezért írta Kristóf, hogy 28-ason teker egyet az orvosnak, hogy na most is. De arra mondtam ezt, hogy nem mindegy, milyen gyorsan folyik a víz. Nem adja be. De beadtam most mellett az aljára, szerintem inkább amiatt. Máskor sem, amikor lejött az aljára és onnan indítottam, akkor adta be. Azt csinálom is nagyobb esélye beadja, próbál csak ki úgy. 28-at tekert föl és egy fordulatot tekerje csak. Már kell is most elkap? Látha. Már egyébként ne, azt viszont nem vettem észre, hogy a szabályos tekerése jobban jönnének alak. Na jó, de az átcsüt értelemben azért a végállomás csak a kapásnak a valószínűségének a növelésén van, nem? Meg kell nézni, nem keres-e süllőt a kávézó. Mi az a csali?
Ennyi Imre. Szerintem az idő nem jó. Ez jó nagy. 22 centis csali, na nézzük. Nem van régen. Régóta, hát szuper, szokott prémiumot venni. Csak most egy ideje lejárt neki, nem régen vette. 3x30. Megint. Tehát sokszor nem vett még, hányszor vettél? Háromszor talán? De most... Vagy kétszer? Srácok, de Három. most... Háromszor, 30 jól emlékszem, ez a 12 harmadik. euró. 4000 forint. Tehát persze, most igazából ingyenes a játék, tehát azért egy ilyen szintű játékért elköltesz 5000 forintot, az szinte ajándék. És ha már úgyis ingyen van, most az én is vagyok rajta, legalább egy hónapot veszek, hogy tényleg fölhúzzam a skilleket, csak a másik oldalon meg ott ül a dolog az én nyakamon, hogy mindig mondtam, hogy prémium nélkül is lehet játszani, és ezt eddig tartottam, elérted és azt a látjátok, szintet, hogy hogy lehet nem is vagy csak maradni. most már elértem azt a szintet, ahol igazából az ember komolyan gondolja, Hát ezt muszáj. mondom, hogy le vagy maradva. Egy... Na, hát most próbálj már meg egy Nem azt Ground hanem azt, 4-et hogy felhúzni, egyszer nem lehet így. már tovább fejlődni. Igen, erről Elvileg. beszélek. Én nem azt mondom, hogy horgászat terén vagy elmaradva, hanem ezzel Hát a azt mondom, hogy most már craftinggal. gyakorlatilag nem tudom Hogy húzni. most már te is érzed azt, hogy... Puh. Egy az, meg ez a kis Nem, hát 23 csak ezer, ez is meg tudom csinálni, lenni csak az elég. a helyzet, hogy kb. 10 000 órát kéne az Á, játszani, nem hogy jó, ez túl nagy ez a kimaxoljuk csavi valamelyik skillet is. betyárnak ide. Hát ez csak kiveszem, figyeld. 22 centis a műhal párja. Legalább úgy nézzük, kint a halat fognak. Figyelj rajta. Normálisabb kárász. Majdnem mondtam, mire hasonlít. 90 napos prémium az mennyi? 33 euró. 33, 10 ezer forint. Nem. Ez mennyi? Nem, azért, tudja... Ja, nem, én, ha de az nem én éri meg szerintem meglátásom egyben szerint megvenni. azért nem jó Valamivel prémium olcsóbb, de csak 90 3 napos. euróval. Mert meg ez a jó Isten se tudja garantálni, hogy te végig tudsz játszani. Igen, tehát azt akartam mondani is ezzel kapcsolatban, hogy egy hónapot jobban tud tervezni, mint hármat. Mert ha már prémium van, akkor nyilván érdemes kihasználni. Hogy legalább minden nap a happy hour-at lenyomd. És azért 3 hónap, ha most kezdjük, már lehet, hogy belógó nyaralásba is. És azért 3 euró különbség az nem dob akkor át, hogy közben egy lucit. De most nem rakom le snoopert, majd elolvasom minden, csak nem feltétlenül fogom látni, hogy ki küldte, tehát valószínűleg empty. Legfeljebb Pistóf. Öld meg Snoopert! Ki írta ezt? Most már megnézi. Öld meg Snoopert! Ó, ez nem az a játék. Nem baj, vágj hozzá egy halat, Gábor. Jött egyébként, csak hosszabb volt, mint amire számítottam. Azt hittem, hogy MC küld, hogy lúc, meg kapás, meg én hasonló. Majd meg kimegyek, hát hozok erre már egy nagyon régóta nem jött semmi. Kicsit rakok rá világosabbat.
Hát ilyen, mondom, nem jött nekem. Amikor azt nekem nem jött, ez nem mond semmit végül is. Már kicsit visszább. Na, hogy dobom ki? Leszerelem. Lose. Az inventory-ba kiválasztod. Discard. Yes. Ah, kire. És akkor jobb klik, és akkor... Orgony, motor, mi? Oh. Megint kiment belőle a répa. Ahol rászalad a bérrendszerén az öregnek. Ja, amúgy meg... Oké. Okay. Amúgy meg... Hallottad, hogy jön egy új tó? Nézd meg akkor a kávézót, nem kéne az Andert. Úgyis kitoltod a talicskádat a pohár. Koffe. Limba, Asp, Rud, Common, Gibel, Ide, Frog, Tench. Ja. De a perc az lejjel 3,5 óra múlva. 2,4. Hát 2,5 kilométer. Idét fogtam ugyan, de gondolom az nem akkorát keres. Megnézem, hát, mennyi olyan nagy, még 20 a virág vége, de az azért fogható ide. A burbot meg 14,9. 18, ha 260. Na igen, mégis az is egy ugye 28-szal már behetsz 18 bárhova. 18 hal, 265 ez is. Csak terület. Nekem ugye a más problémáim vannak. Na jó. Elsősorban zetet, mondjuk hamarás tesik. Mi volt az a... Fú, ez a lin. Ha már jó. Ez a lin spin-off volt. Hát azt láttad, a haltartó volt 1600 ezüste. Igen, 40-esből a... nem. Igen, 7-es az a ruda. 7-et vettem. Hogy legyen. Ilyenem van, biztos. Persze, ah, minek annyi? Van másik. Hónaptól másikra jön. Inkább vettél volna a 7 különböző színűt. Ebből is van lila. A szopac. Hanyast vettem? 40-est? Ó, oh, he. Fuck you. Miért tudom? Én nem tudom. Akkor most már ebből is veszek hetet, rohadjon meg. Azért fuck is. Jó, hogy vettél hetet. Ó, oh, he. Azt vettem a 40-es. Médium. Hát naposat ne vegyél. De a három napos kölyvőmot ne vegyél. Heteset. Amikor rájössz egész héten, nem sokkal drágább, mint a három napos. Minek? Fiatalok vagytok, most jön egy izé, gyere már el ide, oda, elhívnak a haverok. Pippuk, el is szállt az egész. Ja. Kiesik két nap hirtelen. Hát ez sem az igazi. Ja, most teljesen kiemelve. Még egy 10 mm hiányzott. Bebazd meg! Médium 6-os orrokra valahol. Bevásároltál.
Próbáld ki, ha már vettél, próbáld már ki. Lehet, jól jönnek. Ja, ez jó. Lehet, hogy jobban jönnek rá. De ott eddig lehet bedobni. Nem, itt van előtte. Is a topwater nyavaján, amivel a... Ez jó. Tökéletes. Az a topwater vaskon is 3-as horogból van rajta, azt hiszem ez is 1-0-ás van. Amivel csukázni szoktam. Tehát ezeknek nagyobb horog kell. Úgy tűnik. Mindig a úgy segítjük a dzsiget nekem. Mert a 6-osnak elég kicsi a súlya, azt nem tudod eldobni messzire. Hát lehet, hogy nem. Mekkora volt ez? Még jó helyen nézem, Kristóf. Láttam, amikor Weeklyt volt, olyan pontben voltam, de te valami... Mekkorát fogtál? Orrégen. 23 ja, volt az. Hát de ezt hol kell állítani? Hát a Region, nem tudom. Ott van felül, Regions. Nem de hogy mi, hogy hol az a dörr? Hol lehet állítani azt, hogy a Weeklykbe a régiót? Hol van a régió? Ezt sem látom. Ja, látom. Itt van a dörr régión. Hát nem. Akkor sem. A 23 kilós volt azért, hogy fönn sem vagy az elsődből, mert ugye ezek 23 valamennyire fogtad. Tanúsítom, hogy láttam, amikor fogtad. 23 kiló, amennyi volt, úgy emlékszem. Megint egy csuka feküdtre? Vagy egy harcsa feküdtre? Megint, hogy mi ez? Mi van? Alila. Megint akasztottál valamit? De én nem harcsára jöttem. Melyik van rajta az, amivel szoktuk? Zanderezni akarok az. Hát akkor harcsa. Én még harcsára jöttem, és én még Zandert fogok. Vagy jön már, nem harcsa, az harcsa? Nem, Zander. Vagy nem hát, Zander? Tudjam. De Zander. Ha már főjött, akkor nem valószínű. Ez meg is viszi. Gyere már fel. Még, most már látom. Már látom, csak ugye én később látom, mint te. Hát, ez jaj, ugye. Nekem is, hogy piros volt, fel tudja menni. Gyere már be a csónakba. 6 kiló fölöttiek már nem húzzák. 7-9. Biztos, hogy erre volt az. Hát, azért mondom, hogy a nem. 6 kiló fölött már nagyon húzzák. Nem hülye vagyok. UL rekord a 7-7-es. Mi? Igen, 14-es a... Milyen rekord? 14-es a rekord. Ja. Során... Más kategória. Csodálkozni kell, hogy 20-at fognak, hogy 7 kiló vasárnap. Weekly. Zabuzi. Szóval hát végül is már vasárnap van. Ez a 7 kilós azért látszik, hogy azért már komoly.
És mekkorát fogtam? Micsoda, mi a baj? 6,7-et. Hoppá. Hogy a Raven mit ír. Kapás van. Hol a... Te csetelren azt nem láttam. Látok semmit. Ja! Na, hát azt jelenti, hogy trofi 8-tól. Trofi tírja, jó van. Hol van? 7-9. Mekkora volt? 7? Hét, 9-12. Nekem kellene egy cigaretta mostanában. Képet, mert semmit nem látok. Így, hogy világít a szememben a lámpa. Kell hajtanom. Szíjad! Szia, erősen! Ó, de jó kis kapás, semmilyen burbot. Áj, több inkább a képen. Bába! Leraktak, nem be. Nem, Zander. Zander. Hopp, megpattott a motorcsónakon. Bábát, bábát. Á, nem baj, már megszokták. GL-et kapnak. Oh! Na most dobtam be. Mhm. Az a jó, nem kell sokat várni vele. Matthew Hostel! Halihó! Még egy órán. Nem sokáig már szerintem. Már előbb abba akartam hagyni, mert majd ahogy aludtam, csak már elbeszéltük az időt közben. Hát azért nem mennék rám érget azért. Na, nézzük, mit csinál Dream surán. Competition? Nem egy, nem. Bánik egy kicsit. Gold Premium Rewards. Mennyi goldot adnak ilyenkor? 20-at? Na, nem tudom. Sose voltam versenyen. Egyelő voltam, amikor ugye hívtak ilyen saját rendezésűre. Te majd mi is csinálhatnánk ilyen tagyik a snooker horgász bajnokságot. Nem? Nem egymással, te! Ketten nem nagyon sok értelme van, vagy akkor egy... Hát ketten rendezzük, de itt a 48 órás bajnokság. Hát azt mondtad, hogy tudjuk a szuper bajnokságot. Lehetne, nem? Na, jó. Bármit lehet, végső soron. Mondjuk legyen kajdlófogó verseny. Ez a kompontból? Vagy Moszkitóra gondoltam, de lehet, hogy az elsőre... Hogy hívják azt a tavat? Cottage pont. Egy óra és egy perc múlva lejár a hajó. Ott kajdlófogó verseny. Kérek, két óra meg. Hossza. Nagyon
Meg én 5 naposat vettem, Amúgy egy meg kutya. ebben lehet, mert azt a bitang szar kis De hajóval is ki látod, lehet ezen jönni, is de egy spóroltam. helybe áll. Mi meglepő? Mit? De hát ez ugyanaz, Olcsóbb, ugyanaz a nem? jegy kell erre. Ugyanaz a jegy kell erre is, mint a faladikra. Nem, egyforma, ugyanaz a jegy kell. Pirosra kell emelt, ezekre meg B kategóriás jegy. Most? Befejezzük, azt emeltünk vissza. Hát ugye outlawsozni. Nem, nem. Hogy, maradunk amikor? Itt szépen a vízparton. Hallgatjuk az esőcseppek láty koppanását a csónak. Hát te azt hallod, én nem. Ma rákap egy harcsa, de mérges leszel. Majd hajnali 4-5 óra körül. Este van, ilyenkor esélyes. Na. Úgy jó volt az a kis 4 kilós, így hogy becuppantod. Bőbe, ezt is jöhetne akár. De rántott olyat? Az úgy tökéletes volt. Na tessék. Egy könnyű fogású kis jószág. Ott a 15 kilós bőr. Hát azért lepődtem meg, mert nem nagyon szokott pedig. Ott van, play for jó, hát mondjuk, mert nem így szoktam, hanem... Han. Azt mondtam, hogy ott a 15 kilós bőrponty. Az nem bőrbőt, az leather carp. Hol jár az eszed, édes fiam? Ja, bőrbőt, én bőrbőtöt értettem. Bőrbőt. Hát a bőrbőtről beszélgettünk, és ezért gondoltam, azt hallottam. Csak diszkó, diszkó, jó, jó! A zenét is hallgatok aztán. Azt hallottam még, amit akartam. Egy jó szava a Csalinak. És tudom, ki mondta, hogy... Ne! Ne! Ugye nem harcsa? Mi baj? Ez harcsa, baszod. Ez harcsa. Az nem harcsa. Ó, hogy rohadjam meg. Dehogy is. Ja, most már látom. De kicsi. Itt jön már. Az eleje az a úgy nézett ki, mint hogyha csak... Mert nekem is azt csinálta az egyik... Ráá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 
Azért valami sűrű ugyanezt csinálta nekem. Csak pirosba volt. Megint majd írják, hogy megint majdnem trófi. Nem, csak hirtelen megfeküdt, azt hittem tényleg, hogy igen, nekem van igazat, mert hagytam magam rábeszélni, de úgy csinálta nekem a... Csak nekem pirosba volt nagyon, mert nem bírom, valami gyenge. 30 fölött van a sérülése. Lehet, hogy az orsó mechanikája, már 30% fölött van szerintem, lehet, hogy amiatt nem bírom csak 26-ra vinni. Mit? Hát miért? Hát itt is meg tudod. Surán. Szerintem igen. Mondja, megnézem. Csak nem voltam még olyan helyen, ahol javítani tudjam. Értem, de... Ja, ráfele, csak 16,7.
Akkor 13-ra emlékeztem, nem 31. Mindegy, kír. Mindegy. Ez a mechanikája Miért? egyébként, vagy? Vagy Nem, mit írt fel, hogy a ibetű fiatal rá írja ki? kattint. Mechanikát szerintem. Hát, de ahhoz ki kéne vennem. Nincs benne Ja nem, zsír, tényleg, vagy olaj. 15,7, látom, ó, még akkor gyere, ja, 20%-on meg kéne kenni. Nekem is szétverte. Hát, 6%-ot, nem, hát 20%-on van a víze. 1,6-os volt, amikor jött a pecáz, már most 4-4-es. Az orsónak az egész úgy kompletten. De a mechanika megy, most kérdezi, de a hogy a mechanika megy hamar, mechanika. Szerint. Hát pár az 28-ason tekered kifele, akkor nyilván. Az orvosoknál kb. 24-nél van a kalkulált munkapont. Tehát 24, 24-es fékkel még körülbelül egyszerre kopik a fék meg a mechanika nagy átlagban. A fölött már a mechanika sínlé meg. Hova a francba dobálok én közben? Azt nem is látom, annyira nem látom azt a... Nem, majd mindjárt világosodik. Ez igazából a partot dobálom kifele. Figyelem. Megállt a streamed legalábbis nálam. Nagyon gyere frissítek hát, ha ér valamit. Most már megy. Ja, csak jó a felbontás. Mit kavartam be? Most beleolvastam a csetedőt. Keletcigi. Megáll a horvász. Mondom, keletcigi most már. Mi baj? Hajrá. Nem is mondtam, hogy beiratkoztam is egybe. Suliban. Hát most megpróbálom elkezdeni. Mi? Levelezőn csinálom. Na, hát akkor még oda is jársz. Na. Mikor fogunk játszani? Fősuli. Na, hát megpróbálom. Gondoltam, nem nappali. Meg tudom csinálni munka mellett, ha meg nem, akkor nem. Hát. Na hát akkor hajrá. Geodéta leszek. Hát te veszel sok mindent végül is. Ha az Isten is úgy akar. Hát nem akarom nagyon túl tuningolni, ez megvan a riasztó szerelés, a villany szerelés. Azt hittem villamosipara, mész tovább. Tűzjelző hálózat kiépítő. Na hova menjek tovább? Nem az a típusú ember vagyok, én nem tudnék irodában lenni egész nap. Tudom most terveket rajzolni, meg ilyen nyavajákat. Mondjuk berendezés. De igaz, lehet ez. Nem lenne rossz. Tudod, ez a berendezés gyártó. Ébren vagy még? Stream után szoktál ilyen. Este már. Nem itt nagyon. Kivett a víz.
neked nem is jó. Micsoda? Arra épp hova? Nem, én ugyanúgy. Te is arrébb jöttél? De én kimentem horgá... Te is arrébb jöttél? Itt álltam meg. 61-14-en vagy. Ja, csak értél vissza. Ami 56-nál voltál, azt hiszem. Azt hittem elvitt a víz. Mert én is élek a gyalúperre, hogy múltkor lehet, ugye, vagy nem tudom. Azt észrevettem, nem mindig jó a orvony. Hát 65-nél álltam meg. Ott horgonyoztam le. Jaj, bocsánat. Aha, itt van. Nem, mert megy. Ez nem harcsa. Mi? Te. Látszik, hogy nincs ott olyan skill. Ha. Miért nem iszik te át? Ilyen fajta boton, akkor a szórása dobálja. Most. Így ad. Így mi volt? És volt egy időtől, hogy megálltak. Hát nekem most poskasul nem jönnek. Mindjárt megpróbálok egy kicsit arrézkedni. Most igazából ezt a hetes lyukat kell. Hol vagyunk? Még egy kicsit lehet menni. Itt. Meg én visszajöttem ott, ahol voltam. Előre mentem, vagy két koordinát, tehát azt visszajött ugyanoda, ahol voltam az előbb. Úgy látszik, hogy nem kapaszkodott meg valami, hogy megyek még. Hát, ha. Egy kicsit túlmegyek rajta, hát ha megkapaszkodik.
hogy megy visszafele. Isten áldja meg! Hát, tudod meg akkor. Akkor megy. Visszamegyek ugyanoda. De rakta a horgonyt egyébként meg. Be. Fogjuk itt megáll. Hát mindegy, ide, idehoz vissza. Írni akarok a csendbe, azt nem tudom. Hát megjön a rágattabb botot. Mi? Hát egy kis súrva. Miért nem? Ja? De az a helyzet, hogy hiába mondanak spotot is meg esmét, mert nem egy formán adja egyénektől függően. Nincs több kérdésem. Ja, meg le. Most be fog írni, hogy hány százalékra szokta dobni az orsóba. Az 50-60 százalék, mondtam én. Telesztik. Surán tencses verseny. Teleszkóp. Teleszkópos rod. Az igen. Na, az igen. Az komoly. Há, arra biztos. Az bodaver. Arra nyilván nem mész. 8-as szint, nem 50 a maximum. Itt azt láttam volna fél szem, hogy 20-tól 80-as szintig. Ja, 24-től 80. Hát majd nézzük az egy versenybe, írásba. Megjövök 80-as szint. Ezt kibővítették? Eddig 50-es hát, igazából... az a maximum. Ha már... Itt az már hány száz milliárd szót kell. Vannak, akkor tök mindegy, nem? Elmész tokozni. Nagy harcsázni, az kész. Mi? Happy hour van? Gondolja már, ki fogsz egy nagy tokot. Na jó, de hát az saját 100 ezer pontokat, néhány 10 ezer maximum. Hát mondjuk az igaz. Jó, de Tai, ha kifogsz egy nagy tokot, az 1-2 millió XP. Na jó, de hát 30 hát szinten 3 millió, 80 szinten... Ott van a nagy feketét, ennyi, mennyi emlékszel kezd? Rá? 500 ezer XP-t adott. Hát, hogy... Akkor hogy ne? Meg még isznak is rá vodkát, akkor meg ott van az a tipsy bónusz. Ja, hát ez nagyon amatőr mennyiség ahhoz képest, amit a prémium ad. Csak pár százalék. Mondjuk ott már azért nyilván az a pár százalék is sokat számít, de...
két-három kilós amúrokkal igazából nem mennénk másokra. Az eszem. Csak hogy csengünk. Hát igen, 100 halra nekem a csukából 1000, majdnem 1600 ezüst. Na, 100 hal. 2-3 óra alatt megvan a 100 ezüst, hát igen, tehát ez a különbség. Maci, ja, 100 hal, bocsánat. Mondom, Maci. Hát nem igaz is az átlag. Jó, oldon van. Oldon a 150 az átlag. Ha úgy normálisan megy. Macin, ott inkább 250. Csak hát most nem megy normálisan nyilván. Felvágja, haszve. Micsoda? Felfalatozom 20-ra. Nem, még maxi fél órát vagyok. Na jó, én befejezem szerintem, mert... Már az első, hogy már 45 perccel a... Én elgondoltam, úgy értem, hogy ragad a szemem. Ja, és te igazából? Az van, nem most kezdtem el a hisztit. Na jó, megnézzük még a zenét, hogy mikor ér még itt maximum, addig még tudom. Hát, még egy dobás, legfeljebb. Ha nem akad rá egy harcsa. Jaj, 231 hal szelet, az is valami. Jó, hát nyilván. 500-at elajándékoztam meg, azt hiszem, 1200-300. De hát ez nyilván még abban az időből is van, amikor keszegeztem a szájba, azt a fél kilótól 75 dekásokig, azt mindent bedaráltam. De már most nem kapok rá skill pontot. Kihúzom, aztán most már tényleg megyek. Oh, hát kirepült a vízbe az ami. Mi? Hát azért most... Nekem jött egy szépen. Ja. Három halszeletnek valóban.
Nem az, hanem, hogy a kirepül. 7, 9, 7, 8, 6, az nem a 4, 5, bőségére. 4, 4, 4. No, opa, á! Na jó van, akkor részemről ennyi volt mára. Pista bárnak is. Hát fogott egy pár szép volt azért most ali, is, ali. De globálisan nem volt akkora nagy eresztés a hozam. De nem gond. Na, Stúper csak közben elköszönök, úgyhogy halihom.
tosz volt ez. Még hamar kiköptem. Szép nyugodt csendes metrát játszunk, srácok. Senki. Csend van. Mély macska.
Amit szerintem az estét én is megvárom, srácok. Utána ennyi már. Vagyis nem várom, most hajnalra. Majd este játszom megint valamit. De nagy valós színűséggel. Folytatjuk a horgászatot. Tényleg én is azon agyarok, hogy ezt a fajta horgászati módszert kellene továbbvinni. Megpróbálni később ebben a igazán nagy halakra rámenni. Tehát ez mennyiben lesz kivitelezhető, az melyik. Fogod egy kis valami vacak, mert annyira rángat, hogy boltban van. Kettő-kettes.
Na jó, srácok, szerintem ezt még kihúzom. És akkor már nekem is ennyi. Nem tudom, hogy délután lehet délkorra, de jelenleg meg. Mert egy kész stream még lesz, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Most minden esetre ez az óriással elbúcsúzok. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a kitartást. Remélem ma is mutattunk valami újat. És igazából ezt a vonalat fogjuk követni, vagyis fogom követni. Még azt viszont megnézem most a borra, hogy egy nagyobb bot, illetve egy nagyobb borsó mennyibe fog fájni. Összesen. És akkor van valami timespot, azt kéne megtalálni. Hát nem tudom, hogy ugorjunk-e egy ekkora. Ez viszont nem rossz. Hát ez is kicsi. Hát, kell farmolni, mindenesetre. Na jó, srácok, megköszönöm a figyelmet, mindenkinek szép álmokat, illetve további jó szórakozásra még csináltok valamit. Na, sziasztok!